A MOL tegnap levélben tájékoztatta az energiaügyi minisztert, hogy üzemanyag import nélkül nem tudja megoldani az ország üzemanyag ellátását. A brüsszeli szankciók eredménye az, hogy a 480 forintos benzinárat már nem tudjuk az ország benzinkutyain a magyar családoknak a továbbiakban biztosítani. A kőolaj szankciók hatályba lépése után két nappal, ezért a kormány a MOL javaslatát megfogadva a benzinárstopot megszünteti. Kedd este rendkívüli kormányinfó jelentette be Gulyás Gergely, hogy azonnali hatálya 23 órától megszűnik a benzinárstop Magyarországon. Erről már a hivatalos rendelet is megjelent a magyar közlönyben. Az elmúlt napokban egyre többször tapasztalhatták az üzemanyagellátás hiányosságait megyénk autósai is. Az egyik közösségi oldalon rendszeresen felmerült kérdésként, hogyha hatósági áras üzemanyagot nem is, piaci árut egyáltalán hol lehet találni. Én már tegnap is hallottam olyan esetet, hogy egy mentő nem tudott megtankolni, és azt gondolom, hogy a vezetőség kormányzati szempontból az az elsődleges, hogy az ellátás biztonsága az meglegyen. Szerintem, hogyha tovább húzták volna ezt a döntést, akkor várhatóan komolyabb fennakadásokat is tapasztalhattunk volna, akár a rendvédelmi szervek esetében, tűzoltó mentő esetében, és én azt gondolom, hogy a lakosság úgymond hát háborgó része sem szeretné azt, hogy ne érjen oda hozzá a mentő vagy a tűzoltó, hogyha szükség van rá. Nyilván a készlet hiányokat ez az éjféli éjszakai döntés nem fogja azonnal megoldani, de mivel nincsenek pánikvásárlók és hosszú sorok a benzinkutak előtt, ezért a logisztika is egy kicsit jobban tud reagálni és készleteket feltölteni a kutakon. Ami még kérdés az, hogy az eddig nullára korlátozott benzinkutaknál milyen ellátásra számíthatnak a jövő hét folyamán, hiszen ezek a kutak, ami közel 400 benzinkutat jelent, 3 hete nem kapott üzemanyagot, és a MOL a hét második felében szokott mindig arról tájékoztatást adni, hogy a korlátozott mennyiség az milyen arányban jelenik meg, az most 0% vagy 25%. Ez én azt gondolom, hogy vízválasztó lehet a MOL részéről is és a kiskutak részéről is. A holtankoljak.hu rendszeresen fontos információkkal látja el az autósokat, legyen szó a hazai árváltozásokról vagy a nemzetközi árak alakulásáról. A kormány bejelentése után szinte pánikszerűen kezdték el felkeresni az oldalt, a kiszolgáló szerver pedig egyszerűen nem tudott mit kezdeni a váratlanul jelentkező túlterheléssel. Mindenki arra kereste a választ, mennyiért tud szerdától tankolni. A piaci árakon tudnak benzint és gázolajat tankolni, ami az elmondottak alapján is 640 forint körül alakul a benzin esetében, és 700 forint a gázolaj esetében. Én azt gondolom, hogy a következő napokban ez változhat és változni fog, hiszen a közlönyben is beszéltek arról, hogy a jövedéki adó mérték emelés is bekövetkezik, és vélhetően ez is érvényesítésre kerül majd a kiskerárakban. Szerintem a sorokra és a pánikvásárlókra mindenképpen úgymond jó hatással volt ez az éjszakai döntés. A holtankoljak.hu ügyvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt hetekben kialakult készlethiányt hosszabb idő lesz helyreállítani, elképzelhető, hogy csak január végére fog megoldódni a probléma. A benzinástop kivezetésével együtt keresletcsökkenésre is számítani lehet januártól, hiszen a decemberi ünnepek miatt még sokan használják az autókat. A keresletcsökkenés ráadásul nem lesz azonnal egyenlő azzal, hogy elkezd csökkenni az üzemanyagok ára. Viszont látva az olajárakat és sajnos a szomszédunkban dúló háború bizonytalanságát, az olajár is sajnos magasabb szinten van, ugyan nem ott, mint a háború kitörésekor, de ezen a 80-90 dolláros szinten tartja magát. Covid alatt ez az olaj esetében 30 dollár is volt, tehát elég masszív a különbség. A forint esetében pedig szintén gyengülésről tudunk beszámolni a dollárral szemben, mondjuk egy Covid idejéhez képest is, tehát itt egy forint erősödésre lenne szükség, és egy olajár csökkenésre ahhoz, hogy jelentősebben csökkenjenek itthon az üzemanyagárak. Addig én azt gondolom, hogy nagyjából ezekre a 600-650 forintos árakra kell berendezkedni.